Szép estét kívánok! Kedves nézőink, folytatjuk évértékelő beszélgetéseinket. Ebben a sorozatban mai vendégem Bence András, a Nyugati Dunántúl Evangélikus Egyházkerület püspök helyettes evangélikus lelkész. Tisztelettel köszöntöm. Köszöntöm én is nézőket is szeretettel. Advent idejét éljük, de itt van az ideje az összegzésnek is bizonyos értelemben. Ezért nézzük meg, hogy az egyházkerület, illetve a Székesfehérvári Evangélikus Közösség milyen esztendőt élt meg 2019-ben? Nagyon köszönöm ezt a kérdést, ez rendkívül fontos kérdés. Az ilyen visszatekintések nélkül a napok meg az évek csak úgy elfolynának egymás után, és ezek szükségesek ahhoz, hogy mégis egy egységet éljünk meg, és lássuk, hogy mi minden történt velünk. Gyakran fel is tesszük ezt a kérdést, hogy milyen veszteségeink és milyen nyereségeink vannak, nem csak a könyvelés szempontjából, hanem a lelki élet szempontjából ugyanígy, hogy kiket nyertünk barátainknak, és kiket veszítettünk. Ha az elmúlt évre visszatekintek, akkor számomra az egyik legfontosabb az, hogy megélhettük az előző évben is, az elmúló évben is az egyházi esztendőt. Az egyházi esztendő ünnepei, azok mind Jézus ünnepek. És azt éljük meg minden esztendőben, hogy Jézus sorsába beleilleszkedik a mi sorsunk. Jézus történetébe beleilleszkedik, összefonódik avval a mi történetünk. Azt gondolom, hogy ez sokkal nagyobb ajándék annál, mint átélni szoktuk. Azt jelenti, hogy nem csak a földi létre vonatkozóan, hanem az Istenhez kötöttségünkben is belekapcsolódtunk Jézus életébe. És ezt a nagy ünnepség sorozatot természetesen apróbb, nagyobb események még gazdagítják. Most két ilyen nagyobb eseményt tudok említeni az előző esztendőből. Az egyik az egyházközségnek a 150 éves évfordulója volt, amelyet szeptemberben ünnepeltünk. A másik ünnepünk az egybeesett reformáció ünnepével, azaz orgonánk befejezésének, kiteljesedésének, fölszentelésének az ünnepe volt. A 150 éves évforduló nagyon fontos, hiszen a közösség történéseiben ez volt az a pillanat, amikor annyira megerősödtek, ha úgy tetszik, hogy önálló gyülekezetet alkothattak. Ott voltunk az ünnepség sorozaton a templom előtti téren, egy remek kiállítás, egy nagyon fontos adalékokkal erősített meg bennünket, hogy micsoda fantasztikus történet ez a másfél évszázaddal ezelőtti, és hogy milyen fontos a jelen, hiszen az ünnepségnek is olyan méltóságot adott ott a résztvevők, illetve azok a korosztályok, akik láthatóan építik tovább azt, amit elkezdtek elődeik, hogy az szívet melengető volt mindenképpen. Készítettünk annak a kiállításnak egy 11. tablóját, ugye az 10 témára, 10 gondolatsorra építettük fel azt a kiállítást, és elkészítettük a 11-et. A szombati napon mindenki kapott egy darab téglát, olyan jellegű téglát, amiből a templomunk épült, és arra mintázhatta rá, hogy mit jelent számára a gyülekezet, és mi ennek látja a gyülekezet jövőjét. És nagyon érdekes alkotások születtek, kettőt emelnék ki. Az egyik az egyszerűen egy nyíl volt, ami számomra azt jelentett, hogy menjünk tovább, hogy tudjuk az utat. Hogy volt egy kezdet, és annak van természetes folytatása. A másik alkotás az pedig egy kislány készítette, önmagát próbálta ott megjeleníteni. Azt mondta, hogy én is szeretnék a gyülekezet jövője lenni. És ez nagyon megragadott engem. Örülök az ilyen látásoknak, hogy valaki önmagát is látja a gyülekezet jövőben. Ez a jelen és ez a jövő. Ugyanakkor kell, hogy szó essék a múltról is, hiszen nagyon sokan voltak azok, akik még köztünk vannak, és felépítették ezt a struktúrát, ezt az evangélikus gyülekezetet, amely
most meghatározó Székesfehérvár egyház életében is. Kikre kell úgy emlékeznünk, hogy igen, ők valóban nagyon sokat tettek fejet hajtva? A gyülekezet eddigi lelkészeit mindenképpen szeretném kiemelni. Az első lelkészünk Németh Károly volt, aki vallástanárként indította el itt a gyülekezet munkáját, utána Gáncs Jenő szolgált a gyülekezetben 35 éven keresztül, ő még főállású tanító is volt, ekközben iskolát tartott fönt az ő idejében a gyülekezet. Őt követte fia Gáncs Aladár, mindössze 9 esztendőt volt itt a közösségünkben, de az ő munkásságát még én is jóval később, 60 évvel később is tapasztaltam. Gáncs Aladárt követte Irányi Kamil, nagyszerű szónok volt ő, nagyszerű szervező volt ő, és Irányi Kamiltól Nagy Tibor vette át a szolgálatot. 40 éven keresztül, 44 éven keresztül szolgált itt a gyülekezetben, 40 éven keresztül volt a gyülekezet lelkésze, vezető lelkésze, nagyon nehéz időkben és hűségesen pásztorolta ezt a gyülekezetet. A jelen nagyon fontos számunkra, de nem ritkán, a jövő is ezen múlik, hát leginkább, hogy miként építjük. Ön egy olyan családban nőtt fel, ahol életforma volt az emberek és a hit szeretete, ahogy fogalmazott, hiszen a Biblia olvasás az alap, és itt van lelke jobbik fele, a felesége és a gyermekei, akik szintén hitben nőttek fel. Ez milyen példát ad a gyülekezetben általában? Egyáltalán a család fontosságáról essék szó. Beszéljünk egy kicsit erről. Azt gondolom, hogy minden vezetői beosztás nagyon sok lelki teherrel jár. És amikor az embernek társa van, akkor ezek a lelki terhek, ezek könnyebbednek, megosztódnak, együtt hordozzuk ezeket. Szerintem egyetlen lelkésznek sincs annyi adottsága, amennyi egy lelkészi hivatáshoz szükség volna. Nagyon sokat köszönhetek feleségemnek annyiban is, hogy ő kiegészít ezekben a hiányosságaimban is, a gyakorlati tanácsaival, ötleteivel előre visz minket, nem csak családilag, hanem gyülekezetben is. Nagyon fontos a család a számomra. Úgy gondolom, hogy az egész gyülekezet úgy működik, mint egy család. Olyan kapcsolatban kellene lennünk egymással. Úgy kell egymásra tekintenünk, ahogyan az édes testvérünkre, vagy a szüleinkre, vagy a gyermekeinkre tekintünk. Amikor arról beszélünk, hogy az elődökről, egy kicsit térjünk vissza például Nagy Tibor munkásságára, hiszen a gyülekezeti alkalmak mellett házi bibliaórákat is szerveznek, és ez egy nagyon-nagyon fontos, és emellett pedig az, hogy van egy saját otthonuk, az azt hiszem, hogy az a központja az együttlétnek, a közösségi létnek mindenképpen. Viszont azt a saját otthont meg is kell tölteni tartalommal, és önök ezt megteszik. Amikor a gyülekezeti házat 25 évvel ezelőtt építettük, akkor, illetve elhatároztuk az építését 26 évvel, 27 évvel ezelőtt, akkor egy férfi volt, aki fölállt, és azt mondta, hogy ő ellenzi a gyülekezeti ház építését, mert hogy a hitnek a családokban kell megnyilvánulnia, és tovább élnie az otthonokban. És az lenne a cél, hogy az otthonokat nyissuk meg egymás előtt, és barátok lépjenek be egymáshoz, és baráti szinten éljék meg a kereszténységüket. Kisebbségben maradt a véleményével a döntésünkben, de nagyon fontos a véleménye. Hogy az, hogy a gyülekezetnek gyülekezeti háza van, az nem azt jelenti, hogy a hitéletet kihelyezzük egy központi helyre. Az csak annyit jelent, hogy családilag is meg tudjuk élni, családiasan tudjuk megélni a közösségeinket.
ezt próbáljuk a hétköznapi alkalmainkon is megvalósítani, hogy amikor ott összejövünk, akkor nem csupán formális vallásosságot élünk meg, hanem személyes kapcsolatokat szeretnénk. A személyes élni. Kapcsolat nagyon fontos. Tehát az Egymásért Élni Alapítvány is ezt segíti mindenképpen, hiszen ez egy nagyon komoly lépcsőfok, hiszen nem önmagában csak a gyülekezeti házban tartott közösségi rendezvények, és nem csak a templomi találkozások erősítenek meg, hanem azt gondolom, hogy egy olyan közös munka is, egy olyan szociális munka, úgy tetszik, ami segítő szándékkal bír. Igen, ezt sokan el is várják a gyülekezettől, hogy a gyülekezetnek oktatása, illetve nevelői munkája mellett szociális munkája legyen. Ez az elvárás nagyon súlyos elvárás. Szívesen le is vetkőzném. A szociális munka ugyanis nem elvárásból kell szülessék, hanem szívből. Igen. A hitnek a gyümölcse legyen. Tehát belülről fakadjon. Belülről fakadjon, így van. És nagyon örülök annak, hogy amit végzünk, azokat nem megszervezzük, hogy ezt el kell végeznünk, hanem azok úgy vetődnek föl ötletként a gyülekezetben, az Egymásért Élni Alapítványon belül is, úgy vetődnek föl ötletként, hogy az hozzátartozzék a lelki életünkhöz. Nem szükségből, nem azért, mert elvárják a tőlünk, nem is intézményi keretek között végezzük ezt, bár nincsen ez ellen sem kifogásom, hanem ez tényleg a gyülekezet közösségi életeként éli meg. Ugye ez kapcsolódási pont önmagában a családi napközi is, hiszen ez az egészet, az egységes egészét sugározza felénk. Igen, a családi napközi ez ilyen a kör volt a gyülekezetben, pár évvel ezelőtt azt abba hagytuk, mert éppen ez a szívből jövő a természetessége szűnt meg, és hát nyilván az előírások változása is arra késztetett bennünket, hogy a mi ott házunk, otthonunk erre alkalmatlan is. Nagyon fontos az a kapcsolatrendszer, amelyet ápolnak a külföldi különböző testvérgyülekezetekkel. Ez mennyit segít egyébként abban, hogy itthon Magyarországon valóban ki tudják fejteni mindazt, amit az Úr kér önöktől? Ezt nagyon nehéz adatokkal fontos-e, hogy kitekintsünk a határainkon túlra önöknek? Nagyon fontos, hogy kitekintsünk a határainkon túlra. Azt gondolom, hogy Európában elég nagy feszültségek vannak nemzetek között, nemzeti ideológiák között. A mi testvérgyülekezeteink Finnországban, Németországban vannak, és a finn állam is, meg a német állam is más irányt lát a maga előtt, mint amit a magyar állam. Nyilvánvalóan a finn egyház is, és a magyar egyház is más úton jár. Ezek a találkozók, ezek arra jók, hogy megismertessük egymással testvéri közösségben. Azt, hogy ki mit lát a saját népében, a saját útjában pozitívnak. És úgy gondolom, hogy az elmúlt esztendő finn testvéreinkkel kétszer is találkoztunk, egyszer Finnországban és egyszer itthon Magyarországon. Ez a két találkozó, ez nagyon-nagyon fontos ponton vitt át bennünket. Attól azon az idegenkedési ponton, amikor meghatározott volna a politika, és rádöbbentünk, hogy bár fontos a politikai nézetünk, de sokkal erősebb összetartozást jelent a Krisztushoz való kötődés. És ennek az alapján, a Krisztushoz való kötődés alapján tudunk egymással őszintén beszélgetni a politikai nézeteinkről, anélkül, hogy egymással szembe kerülnénk ezzel. És úgy gondolom, hogy
fintestvéreinknek az itt léte, az nagyon meggyőző volt arról, hogy az ő híreik sem teljesen szándék nélküliek, tehát hogy megválogatott hírek a magyarságról, nincsen itt olyan demokrácia hiány, mint amit föltételeznek. Igen, hát én ezt tapasztaltam, hiszen Gazdag Béla barátom Finnországban egy evangélikus gyülekezetben is tanít egyéb iránt, és elég érdekes dolgokat mesélt, ugyanakkor azt mondja, hogy a legfontosabb, tehát ott is azt tartják, legalábbis aki tiszta utat jár, Jézus kijelölte utat, hogy a legfontosabb az ő tanítása, és az a fajta tisztelet, amelyel egymás iránt kell mindenkor, mindennapjainkban és ünnepeinken is viseltetni. Egy kicsit essék szó a magyarországi gyülekezetekkel való kapcsolatukról. A társgyülekezetekkel hogy tartják a kapcsolatot a jeles ünnepeken túl? Ugye Székesfehérváron egy anyagyülekezet, több kis szorvány közösség van ránk bízva. Ezek közül a legelevenebb az a Fehérvár Csurgói Leányegyházközségünk, és a gárdonyi és a sárosdi szorványokat szeretném még kiemelni, ahol rendszeresen vannak istentiszteleteink. Nyilván ezeknek az ellátása, istentiszteleti ellátása is fontos küldetés. Erős kapcsolatot tartunk az Egyház megye, az a Fejér és Komárom megyei evangélikus gyülekezetek közösségeivel. Több olyan találkozónk van, amelyben a gyülekezeti tagok egymással találkozhatnak. Énekkarok, a különböző szolgálatban állók, hittantáborok, ezek mind ezt a célt szolgálják. Közös ünnepeink is vannak, illetve az egyház kerületnek is megvannak ezek a találkozói, amikor a felügyelők, az egyház megye vezetői találkoznak, illetve évente egyszer van egy egyház kerületi óriás találkozónk. Ezek általában Nyugat-Magyarországon szoktak zajlani, az úgynevezett artikuláris napok, tehát a régi artikuláris helyeken tartunk istentiszteletet. Megérkeztünk adventi ünnepeinkhez, hát már helyek közel túl vagyunk rajta, de én hoztam egy Bódás János verset, mégpedig azért, mert egyrészt János bátyánk egy fantasztikus ember volt, remek költő, és hát a hit élet egyik székesfehérvári mentora, ha úgy tetszik, hiszen kicsiknek, nagyoknak egyaránt hirdette a Jézus jelenlétét. Nos, hát megüresítem szívemet, írja ő. Ha feldereng az égi csillag hirdetni, itt az újszülött, napkeleti három királlyal, majd én is útra készülök. Az ajándékuk drága mirha, illatos tömjén, dús arany, én meg koldusként így megyek csak, szegényen, ajándéktalan. Nincs kincsem, rangom, csak a bűnök nagy garmadája lelkemen, kiszórom mindezt, hogy szívemben minél több tiszta hely legyen. Mert jól tudom, hogy Betlehembe így koldus, mint én, így mehet, az lesz legszentebb ajándék, ha megüresítem szívemet. Köszönjük ezt Bódás Jánosnak így utólag is, hiszen az ünnepeink nagyon fontosak, és fontos, hogy az ember tudjon ünnepelni. Fontos, hogy a családok ismerjék az ünnepek szokásait a gyermekekkel együtt. Ezt mondta ön, amikor egy kérdésre válaszolva. Viszont hogyan lehet megtalálni mostanság ebben a felgyorsult világban az ünnep tartalmát? Több olyan intézményben is tartok rendszeresen alkalmat, ahol erre a kérdésre választ kapok. Illetve ez a kérdés halmozottan fölvetődik. Varacskán a Büntetés Végrehajtó Intézetben találkozom rabokkal, és ők elmondják, hogy legnehezebb ünnepük a karácsony. És múltkor egy idős otthonban állt elém sírva egy asszony, aki éppen ezen az őszön veszítette el a férjét, hogy milyen nehéz lesz neki, és jobb szeretné, ha már karácsony után volna. Valóban igaz az, hogy ha a karácsony díszei eltűnnek az életünkből, a külső megjelenések, tehát karácsonyfa, az illatok, ajándékok,
a belső dolgok, mint a családi találkozások, ha ezek eltűnnek a karácsonyból, akkor nagyon kevés marad. Ezeket én olyannak látom, van egy gyönyörű Zsoltár, a 24. Zsoltár, ahol azt kiáltják az emberek, emeljétek föl fejeteket, ti ősi ajtók, magyarul táruljatok fel, nyírjatok ki, mert itt van a dicső király. És ezt látom én is, hogy nekünk is vannak gyönyörű ősi ajtajaink, szép hagyományaink, a karácsonynak a külső díszei, de ezeknek nem szabad elzárniuk az utat az érkező Krisztus előtt, hanem föl kell tárulniuk, hogy befogadják a Krisztust. Tehát találkozzék a forma és a tartalom? Találkozzék a forma és a tartalom, és a formát azért kapjuk, hogy a tartalmat beengedje. Hogy a tartalmat hordozza. És mit tett egy hétköznapi, egy köznapi ember, hogy ez a tartalom ne ürüljön ki? Hiszen nagyon is a külsődleges jegyek határozzák meg az életünket mostanság. Úgy gondolom, hogy ez jelentős részben rászánás. Hogy az életünkből tudunk-e, vagy a napjainkból tudunk-e 10 percet arra szánni. Nem többet, 10 percet arra szánni, hogy az adventnek, karácsonynak, vagy aztán az kezdődő új évnek a tartalmát keressük meg. Ezt követi, vagy ezzel a rászánással együtt érkezik a közösség. Mert egyedül mindent sokkal nehezebb megélni. A közösség, amikor szóba tudunk állni egymásnak, neked mit jelent a karácsony, nekem mit jelent a karácsony, neked mit jelent az új esztendő első napja, nekem mit jelent az új esztendő első napja. Amikor ezt meg tudjuk egymással osztani, akkor megerősödünk abban, ami az ünnepeknek a tartalma. Ebben nagy segítségünkre van nyilván az evangélium, mint kimeríthetetlen forrás, de használjuk-e eleget? Mert azt tudjuk, hogy így ünnepek tájékán bizonyosan. Tehát azok is ellátogatnak Isten tiszteletekre, misékre, akik eddig nem tették az év közben. Ez nyilván nem elég. Viszont mi mindent kell tennie a hétköznapi embernek a mindennapokban, hogy valóban igazi karácsonyt tudjon ülni? És olyan új éve legyen, ami valóságos kívánság, mert ugye boldog új évet kívánunk, áldott békés ünnepeket, és így tovább, tehát nem folytatom. De azért ezt tartalommal kell megtölteni. Felkészültünk mi erre? Nagyon nehezet kérdez. Tudok egy sor olyan életformát mondani, amelyet én gyakorlok. Hallgatom. Vagy amelyeket más gyakorol. De ezeket az életformákat senkire nem szabad ráerőltetni. Ezek nekem jók, vagy másoknak jó. Én, amit gyakorlok családommal, reggel közösen avval kezdjük a napot, hogy elolvasunk egy nagyon-nagyon rövid részt a Bibliából a feleségemmel. Ezzel kezdjük a napot, és ezzel fejezzük be. A Biblia olvasás nyilván az imádság követi. Mindig hozzátartozik egy összetartozik a kettő. Ez az mi kétszer 10 percünk a napból, amikor az igére, Isten igéjére figyelünk oda. Hallatlan erő van ebben. Hallatlan erő. Összetartó erő. Természetesen minden családban vannak feszültségek. Amikor dolog van, amikor munkahelyi feladatok vannak, akkor nyilván minden családban vannak gondok, amelyeket meg kell oldani, és betegségek vannak, amelyeket föl kell dolgozni. És ezek a közös bibliaolvasások, ezek az egységünket erősítik, az összetartozásunkat erősítik. Olyan ez, mint amikor valaki közösen elmegy kirándulni, és ugyanazt a tájat látjuk. Ugyanabból a kútból merítünk, és töltekezünk föl. Az összetartozásunkhoz nagyon sokat segít. Az egyéni gondjaimhoz is nagyon sokat segít ez. Ez egyfajta üzenet, amit önmagunk számára fogalmazunk meg? Igen, így van.
A múltkor például azt az igét kaptuk az egyik napon, hogy meg vagyok győződve arról, hogy semmi nem választhat el bennünket az Isten szeretetétől. És éppen ott tartottunk, hogy annyi feladatunk van, hogy átcsapnak fölöttünk. Mi lesz ezzel a sok tennivalóval? És akkor jön egy ilyen ige, hogy semmi nem választhat el bennünket az Isten szeretetétől. Békességet adott, és tényleg szépen el tudtuk végezni a napi tennivalóinkat. Én ezeket nagyon fontosnak találom. Nyilván nem mindenki számára ez az út járható. Nagyon fontos kérdés a következő esztendő, ez mindig. Tehát amikor boldog új évet kívánunk, meg eredményes boldog új évet, akkor azért el kell gondolkodnunk, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Milyen üzenettel bír az evangélikus egyház a jövőre nézve? Ha nem is tehát kérdezem, hogy a hitélet az életünk hierarchiában milyen helyet foglal el? Mit kell tennünk azért, hogy valóban méltó helyet foglaljon el? A következő év, minden esztendőnknek van egy vezéri igéje, és a következő évnek a vezéri igéje az lesz, hogy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. És nagyon szeretem ezt a mondatot. Egy nagyon őszinte mondat. Egy apa mondta Jézusnak, aki a beteg fiát vitte oda, és Jézus azt mondja, minden lehetséges annak, aki hisz. És akkor válaszolja az apa így, hogy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. És ne áltassuk magunkat avval, hogy mi nagyon erős hívők vagyunk. Hanem ez a kettőség mindegyikünkben benne él. Hogy hiszek, de segíts hitetlenségemen. És én, ha szabad üzenetet megfogalmazni a magam számára, mások számára egyaránt, hogy ebben az évben is vállaljuk ezt a kettősséget és magát a kiáltást. Hogy ne legyen külön hit életünk és külön polgári életünk, vagy hétköznapi életünk, hanem együtt éljük ezt a kettőt. Örömben és bánatban és munkában és pihenésben és hétköznapokon és vasárnapokon együtt legyen meg a kettő. Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Tehát ez azt is jelenti, hogy felejtsük el a küszöböket? Igen, ezen azt is jelenti. Nyilván az nem jelenti azt a nagyon bölcs parancsolatot, amely a hetedik nap megszenteléséről szól, hogy szenteld meg az ünnepnapot, 6 napon át dolgozzál, és a hetedik az Úrnak, te Istenetnek pihenő napja, és akkor azt szenteld meg. Tehát ezt az életritmusnak a megtartását is hozzá kell tennünk, hogy amiképpen a napunkban van a reggel és az este, amikor elcsendesedünk és napközben dolgozunk, ugyanúgy a hetünknek is legyen egy ilyen éve, az évünknek is legyen ilyen éve, de éppen azért szenteljük meg azt a 10 percet naponta, azt az egy napot hetente, hogy a munkás idők is szent életben teljenek. Tehát az a 10 perc az nagyon fontos abban a 24 órában, és annak tükrében a 365 napunkban, vagy 366 napunkban. Így van. Nos, hát én köszönöm, hogy megtisztelt, és eredményes, valódi, gazdag, és hittel teli új esztendőt kívánok mindnyájunknak, önöknek is, családjának is. Én bizakodó vagyok, ön. Köszönöm szépen. Én is öderűvel nézek ebbre a következő évre előre. Nem alaptalan derűvel, hanem avval a reménységgel, hogy ez az esztendő is közelebb visz bennünket az Úristen országához. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm én is. Kedves nézőink, Bence András, a Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkelet püspök helyettese volt a vendégünk az évértékelők sorában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!